Több újdonsággal is készül a 2021-es évre a Szegedi Gabonakutató. Többek között egy hiánypótló kukoricahibrid és egy új siló is szerepel a színes palettán. Kiemelném a kukorica portfólióban a GK Bajnok nevű hibridünket, amelyik nem csak a házon belül, hanem külső partnereknél is kísérleti hálózatban, konkrétan mondhatom a GOSZ VRT kísérleti hálózatot, ahol az érés csoportjában a mezőny átlag fölött teljesített. Ezt azért is emelném ki, mert mi alapvetően, mint gabonakutató, inkább a korai tenyészidejű, korai szuperkorai portfóliónkra lehetünk, én úgy gondolom, ha büszkék. Ez viszont a magyarországi kukorica termőterületnek csak egy viszonylag kis hányada. A főmezőny, a FAO 300-400-asok, ott mondhatom azt, hogy a Bajnok egy hiánypótló szerepet fog betölteni, mert eddig nem volt érdemben a kínálatban olyan hibridünk, amely valóban ezekkel a modern, mai kukorica hibridekkel föl tudta venni a versenyt. Ilyen értelemben a Bajnok valóban meg is változtatja ezt a képet. Van egy új siló szegmensbe tartozó vegyes hasznosításra alkalmas hibridünk, a GK Lehel. Korábbi törekvéseink eredményeként ebben a 300-as, 400-as szegmensben, most egyelőre még nevet nem mondok, de minden valószínűség szerint kettő vagy akár három hibriddel is meg tudunk jelenni még az idei évben. Tehát azokat a gazdákat tudom arra buzdítani, akik most elgondolkodnak és olyan hibridet szeretnének, amelynek valóban megvan a vetőmag mennyisége is, akkor ebben az évben sem feledkezzenek meg a gabonakutatóról. A cirok is egyre fontosabb szerepet tölt be a gabonakutató életében. A portfólió folyamatosan bővül, és a hibridek alkalmazkodnak a változó környezethez. A cirok egy folyamatosan növekedő tendenciát mutat, nem csak Magyarországon egyébként, hanem mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon sok országban, a legtöbb kontinensen, van, ahol már tradicionálisan nagyon nagy területet foglal el, de a szomszédos országokat megnézzük, vagy a keleti piacokat, ott egy folyamatosan növekedő tendenciát látunk. Nyilván cirokból is van többféle, attól függően, hogy akár a földolgozóipar, takarmányipar milyen típusra tart igényt. Én úgy gondolom, hogy a portfólió, amivel a gabonakutató jelen pillanatban is rendelkezik, ezeket az igényeket ki tudja elégíteni. De nálunk is folyamatos a nemesítés, tehát gyakorlatilag a cirok nemesítés, az ma már mondhatom azt, hogy a főnövények közé tartozik és fog is tartozni. Valóban változik a környezetünk, tehát a gazdálkodóknak is egy változó környezetbe kell dolgozni. Erre lehet egy nagyon jó válasz a ciroknak az integrálása a vetésforgóba. A koronavírus a gabonakutató mindennapjaira is hatással volt. A személyes kapcsolatok számát le kellett csökkenteni, a kapcsolattartás jelentős része átkerült az online térbe. A termelők számára szeretnének idén is segítséget nyújtani a digitális eszközök révén. Tartottunk a gabonakutató történetében először online rendezvényt, amit még az idén tavasszal szeretnénk megismételni, illetve ezzel a rendezvényel szeretnénk is beharangozni egy olyan új online kommunikációra épülő gyakorlatot, amivel a gazdálkodókat nem csak a fajta választásban, hanem agronómiai oldalról, tehát technológiával is szeretnénk segíteni. Ez egy rendszeresen ismétlődő alkalom lesz, ilyen webinár típusú tréningeken már ma is részt lehet venni a legkülönbözőbb fórumokon, ebbe a körbe szeretnénk mi is becsatlakozni, bekapcsolódni, és mindegyes webinár alkalmával egy adott témakört, amennyire csak lehet, mondjam így, kivesézni, ezzel is segítve gazdálkodókat abban, hogy amit a gabonakutatótól kapnak, vásárolnak hibridet fajtát, segítsünk nekik, hogy megpróbálsák a lehető legtöbbet kihozni belőle. 2020-ban elindult a szójakontroll is, melynek részeként a gazdálkodók technológiai segítséget kaphatnak a gabonakutató munkatársaitól. Én úgy gondolom, hogy mindamellett, hogy van egy nagyon erős hazai genetikai alapanyag bázis itt a gabonakutatónál, nagyon fontos, és talán egyre fontosabb lesz, hogy olyan megoldásokat tudjunk adni a gazdáknak, amivel valóban a legtöbbet tudják kihozni egy-egy adott hibridből, hiszen a nemesítő az, aki a fajtát, hibridet a legjobban ismeri. Ezt a támogatást, ezt továbbiakban is erősíteni is kell, és erősíteni is fogjuk. A koronavírus az exportot is megnehezítette, de Wagner József bizakodó, hiszen a mezőgazdaság egy olyan szektor, ami nem állhat meg a Covid miatt sem. Alapvetően az országok közötti szállításokat, szállítmányozásokat, hogyha nem akadályozza semmilyen probléma, akár a Covid miatt egy nagyon egyszerű dolog, kevesebb a járművezető, nem tudunk annyi járművet beállítani, nincs annyi fuvareszköz, bármi. Ezek lehetnek igazából a nagyobb problémák, bízunk benne, hogy ezek kezelhető mértékűek lesznek. Én összességében azt látom, hogy a Covid valóban a mezőgazdaságban talán sokkal kisebb problémát okoz, mint a többi szektorban, hiszen egyrészt nagyon sok olyan munkaművelet van, ami nem kötött irodához, tehát igazából szabad levegőn kint a szántóföldön lehet ezeket elvégezni, vagy üzemekben, ahol egyébként a légtér is sokkal nagyobb, és mivel az élelmiszerfogyasztás az nem csökken, hanem növekedni fog, mennyiségben, minőségben a megfelelő élelmiszert produkálni kell minden országnak, mindenhol. Ezen keresztül nyilván a mezőgazdasági termelő pedig vetni fog,
és aratni is fog, bízunk benne, hogy mindez ugyanígy megvalósul. Ezért ezek a folyamatok, ezek működnek, tehát nem állt meg, nem küzdünk olyan problémával, hogy visszaesett volna bármi, hiszen ez valahol tényleg egy természetes körforgásnak tekinthető, hogy az élelmiszer alapanyagot azt a mezőgazdaságban kell megtermelni, márpedig azt meg kell, ha van Covid, ha nincs.